Köszöntünk minden természetbúvárt és érdeklődőt idei tematikus napunk rendhagyó előadásán, ezúttal a világhálón. Rövid ismeretterjesztünk során abba igyekszünk bepillantást nyújtani, hogyan készülnek az élőlények a tél közelettére. Mai előadásunk éppen a hibernációt veszi gorcső alá. Az ős sokféle stresszfaktort hordoz magában az élőlények számára. Rövidülnek a nappalok, leül a levegő, kevés a rendelkezésre álló, elsősorban növényi táplálék. Ez pedig válaszút elé állítja őket. Egyesek közülük melegebb vidékre vándorolnak, de akár folytathatják az aktív éber életmódot, ez azonban igen csak költséges lehet energetikai szempontból, hiszen sok esetben több táplálékra lenne szükségük, mint amennyihez hozzáférnek. Egy harmadik rendkívül izgalmas adaptációs forma egy inaktív állapot felvétele, amit sokféleképpen emleget a szakirodalom. Letargia, dormancia, torpor, hibernáció, stb. Ez lesz mai előadásunk tárgya. De mi a torpor, és mi a hibernáció, és mi a kettő között a különbség? A torpor egy rövidebb ideig tartó állapot, amely során az életműködések intenzitása drasztikusan lecsökken. Lassul a szívverés, a légzés, az anyagcsere, csökken a testőmérséklet, az agyműködés is szinte leáll. A torporban lévő élőlény így egy kvázi energiatakarékos inaktív üzemmódba helyezi magát. Hogy miért történik ez, Láthattuk már, hogy vannak olyan periódusok a természetben, amikor sokuknak előnytelen lenne éberen és aktívan túlélni. Hiszen nem tudják pótolni az energiavesztességük, nincs elég táplálék, így hát inkább kivonják magukat a forgalomból. A hibernálás tulajdonképpen egy hosszú torpor állapot, ami által az élőlények átvészelik az ordidőket. Általában ez a téli hónapokat jelenti. A későbbiekben az is kiderül, hogy fajtól függően rövidebb és hosszabb dormancia is létezhet az állatvilágban. Gyakran hivatkozunk a köznyelvben a hibernációra, mint téli álomra. Az alvás és a hibernálás között azonban fontos különbség, hogy alvás közben az életműködések a normálistól nem igazán térnek el, míg a hibernálás közben ezek akár a normális 1%-ára is csökkenhetnek. A téli álomban merülés előtt a legtöbb állat fokozott táplálkozással nagy mennyiségű zsírt halmoz fel a testében, és a hibernálás idején az ebből származó energiával takarékoskodik. Érdemes megjegyezni, hogy nem csak a fagy, a hőség és szárazság sem kedvez az állati szervezeteknek. Ilyenkor is megfigyelhetünk inaktív állapotot, általában a száraz sivatagi környezetekben. Ezt a nyári torpor állapotot esztivációnak nevezzük. Az esztiváció lehetővé teszi számos állatfaj számára a magas hőmérsékletű vízhiányos időszakok túlélését. Például a Madagaszkáron élő közepes macska Maki az esős évszak alatt a farkában zsírt halmoz fel, amit a 6-8 hónapig tartó száraz évszakban fel is használ. Ekkor többet magával hetekig nyugalmi állapotban pihen egy faóduban. Az afrikai tüdőshal is. A sorló inaktív állapotba kerül, amikor a vizes élőhelyei eltűnnek. A csigák igencsak nedvességkedvelő lények. Ezért nem is olyan meglepő, hogy nem csak a téli időszakban, de a forró, száraz nyári napokon is dermet állapotba merülnek. Tehát mind hibernálásra, mind esztivációra képesek. Ekkor visszahúzódnak házaikba, és messzes réteggel, epifragmával zárják el a szájadékot megvédve magukat a kedvezőtlen környezeti viszonyoktól, és ezzel megakadályozva a belső, értékes nedvesség elpárolgását. Az a téli álmot alszik, és három-hat évig él. Ezek a parányi lények akár egy science fiction regény főszereplő is lehetnének, hiszen rendkívül extrém körülményeket is képesek hosszú időn át túlélni. Ők az állatvilág legellenállóbb tagjai, a világon minden élettérben megtalálhatóak. Kedvezőtlen körülmények között tisztát képezhetnek, vagy a kriptobiózis állapotába kerülhetnek. A kriptobiózis az élőlények olyan állapota, amikor a környezeti körülmények szélsőségei miatt az életjelenségeik megszűnnek, és a sejtszintű anyagcseréjük leáll. A medveállatkák kriptobiózisuk során testüket viasszal vonják be, lábaikat behúzzák és hordóalakot vesznek fel. Anyagcseréjük szinte teljesen leáll. Nedvességtartalmuknak akár 99%-át is elveszíthetik. Ezt a trehalóz nevű kiszáradástűrő állatokra jellemző cukornak köszönhetik, amely helyettesíti a sejtmembránokban a vízmolekulákat. A medveállatkák életműködései felfüggesztődnek, ebben a formában élelem és víz nélkül akár száz évig is életben maradnak. Ha azonban újra nedvesség éri őket, néhány percen vagy órán belül újra aktívvá válnak. A legtöbb rovar, pete, lárva vagy báb formájában várja a tavaszt. És bár akadnak fajok, melyek kifejlett, imágó állapotban telelnek, ezek is elrejtőznek a talajba vagy a korhadfák mélyére. Azonban akad egy nálunk is előforduló faj, melynek különlegessége, hogy fagyálló fehérjék jelennek meg a sejtjeiben. Ezek a fehérjék oda kapcsolódnak, ahol a sejteket roncsoló jégkristályok alakulnak ki. A skarlátbogár ennek hála jól tűri a hideget. Olyan fatörzsekben is életben marad, melyeket nem véd a hótakaró a fagyok idején. A fából kibontott bogárnak néha egész felszínét jégkristályok borítják ám rovartársait megszigyenítő alkalmazkodásával mégis képes ilyen szélsőséges körülmények elviselésére. A májusi cserebogár teljes átalakulással fejlődik éveken át, melynek szerves része az időszakos hibernálás. A petékből kikelő lárvák korai fejlődése körülbelül 4-6 hétig tart. Ezt követően a tél folyamán lassan fejlődnek, szinte teljesen inaktív állapotban várakoznak. Április közepén azonban hirtelen visszatérnek az aktivitáshoz, és októberig táplálkoznak, növekednek. Ezután a harmadik évben a talajban hibernálnak, és júliusban folytatják aktív fejlődésüket. A teljesen kifejlett rovarok imágók csak az újabb telelést követő tavasszal válnak ivadéretté. Erdei vörös hangyak kolóniái általában szeptember közepére már befejezik a téli időszakra való készülődést. Ez a hangyafaj nem hibernál, hanem a kolónia tagjai a hangyaból mélyén összebújva egymást melegítve telelnek át. Fészek belseje 12 óránként 7 C-ról 25 C-ra emelkedik, ami kedvező a felődésben levő utódok számára. Ennek a nagymértékű hőtermelésnek az energiaforrásaként a hangyák tartalék cukorraktárai szolgálnak. Ám ahhoz, hogy ez a közös hőszabályozás, vagy más néven termoreguláció kivitelezhető legyen, a kolóniának több mint százezer egyedet kell számlálnia. Vannak olyan hangyafajok is, amelyek télen teljesen inaktív állapotba kerülnek. Hibernálásuk történhet szintén a talajméjén, vagy fákérge és kövek rejteke alatt. Az ektoterm, azaz saját testhővel nem rendelkező állatok, mint a hüllők és két éltőek, a kedvezőtlen életkörülményeket a hibernáció egy egyedi formájával vészelik át, amit brumációnak nevezünk. Fő különbség a két viselkedés forma között, hogy míg a hibernáló állatok többsége nem ébred fel a téli álomból, addig ezek a hidegvérű állatok a melegebb, enyhébb téli napokon előbújhatnak, és némi táplálék és víz elfogyasztása után visszatérnek inaktív állapotukba. A brumáció, a mérsékelt égő tájakon előforduló viselkedésforma, a föld melegebb vidékein sem a két éltőek, sem a hüllők nem alszanak téli álmot. A napsütéses órák száma határozza meg, hogy a hüllők és kézéltőek mikor vonulnak téli álomra. Ha ugyanis a napfényes órák száma egy meghatározott szintre csökken, akkor a szervezetük olyan hormont kezd termelni, amely brumációra készteti őket. Tavasszal ugyanúgy a napsütés hatására kezdődik el a hormontermelés, ami ébredésre készíteti őket. A két éltőeknek kifejezetten szükségük van a vízes közegre, másképp ugyanis kiszáradnának. A telet többnyire oxigén szegény környezetben alusszák át. Általában a víz azon rétegeiben, ahol már nincs jég vagy mocsarakban vízi növényekbe kapaszkodva. A zöld varany szárazföldi buvóhelyeken egyedül vagy csoportosan telel, ritkábban a vízben leli menedékét. Ellenben a barna béka főleg a víz közeli telelőhelyeket részesíti előnyben. A hüllők többnyire szárazföldi, fagymentes buvóhelyeket részesítenek előnyben. Szívesen választanak például talajszinten levő faulukat, üregeket, melyekben megfelelő a páratartalom. Ez azért fontos, hogy ne száradjon ki a bőrük de akadnak olyan fajok is, melyek vízközeli telelő környezetet keresnek. Az utóbbi kategóriába tartozik a mocsári teknős, Románia egyetlen őshonos vízi faja. Ő ugyanis oxigén szegény környezetben, a mocsárba vagy a parti fővénybe fúródva is kibírja a telet. Ha erre nincs mód, a víztestet borító jégpáncél alatt kerül nyugalmi állapotba. Az életfenntartáshoz szükséges oxigént szája és garatja nyálkahártyáján veszi fel páncélos barátunkról még azt sem már tudni, hogy ha bár a köznyelven technősbékaként hivatkoznak rá, ő a hüllők osztályába tartozik, így legközelebbi rokonai közé a kígyók és a gyíkok tartoznak. A vízisiklók hosszan tartó, nagy a idején a nedvességet jobban megőrző helyeken, csoportokba gyülekezve vészelik át ezt a száraz időszakot. Ősszel is hasonló módon gyülekeznek, fagymentes helyeken, téli álomra. A fürke gyík, az időjárástól függően általában október első felében húzódik el téli álomra, egészen március elejéig. Jukakba, farönkök alá, kövek közé bújva, fagymentes helyeken leli menedékét. Fiatal egyedeik később vonulnak el eltelelni. A madaraknál, mivel általában képes és könnyen mozgó szervezetek, ritkán beszélünk hibernációról, hiszen ha egy élőhely már nem képes ellátni őket élelemmel, ők máshová vándorolnak. Vagy pedig fő táplálékforrásukon változtatnak az szerint, hogy éppen milyen rendelkezésükre a tájban. Például a nálunk telelő cínegék, ízétlábúak, rovarok fogyasztásáról télen bogyó és magevésre váltanak, mivel ezekhez könnyebben hozzáférnek. Ennek ellenére néhány madárfajnál megfigyelhetjük a torpor de ez predációs szempontból nagyon kiszolgáltatottá teszi őket, így hát általában rövid ideig tart. Az egyetlen olyan madárfaj, amely jelenlegi tudásunk szerint valóban hibernál, a téli esti fecske. Egy szubtrópusi és trópusi füves pusztákhoz alkalmazkodott lappantyúféle. Ha a hőmérséklet 18-20 fok alá süllyed, az életműködése már lelassul. Az emlősök egyik fontos tulajdonsága, hogy akárcsak a madarak szabályozni képesek testhőjüket és ez nem a környezet hőmérsékletétől függ, mint a hüllők vagy a két éltők esetében láthattuk. Eldönthetik tehát, hogy a télbeálltával milyen stratégiát választanak. Keresgélhetnek tovább aktívan élelem után, ez viszont nem mindig jövedelmező. Nagyobb energiaköltséget jelent a folyamatos keresgélés, mint amennyi hasznot ígér a kevés rendelkezésre álló tápanyag. Vannak emlősök, amik az inaktív állapotot választják, ennek azonban rengetegféle forgatókönyve létezik emlőségnél. Nézzünk meg néhányat ezek közül. A mormota sok nyelvi hagyományban az alvás és alustálkodás jelképe, és nem véletlenül. Egyike azoknak az emlősöknek, melyek a szó valódi értelmében hosszú ideig hibernálnak, teljes hibernálást végeznek. Akár hat hónapig is maradhatnak inaktívak, és csak késő tavasszal néznek ki amikor a hegyvidéken már elegendő növényi táplálék áll rendelkezésükre. A mogyorós pele követi a nagyalvó mormotát. Hosszú, körülbelül 5-6 hónapos hibernálásukat odvakban töltik, de szívesen kisajátítják a mesterségesen kihelyezett fészkelő odvakat is, amiket a madarak télire üresen hagynak. Ugyancsak teljes hibernálást folytat a sűn és az űrgefélék. A varral kibérelt vackukban, vagy egy elhagyott nyúlüregben 5 hónapot is pihenhetnek. Mielőtt a hideg beköszöntene, elengedhetetlen, hogy tartalékokról gondoskodjanak, felhamozott zsírformájában, hiszen nem bújnak elő táplálkozni. Érdekes, hogy a sünöknél a dormas állapot elérése egy 5-6 óra hosszú folyamat. A testhő fokozatosan csökken le, körülbelül a környezet hőmérsékletére, de nem fagypont pont alá. A mókus a pelékkel és sünökkel ellentétben nem hibernál teljesen. A dormanciát periódikusan megszakítja egy ébrenléti állapot. Amikor mókusunk felkeresi az ősz alatt összegyűjtött táplálékraktárait, és jól belakik. De akár új kereső útra is indulhat. Ilyenkor télen is láthatjuk ágról ágra szökkenni. A denevérek téli szokásai nagyon változatosak. Hibernálhatnak csoportosan, magányosan, barlangok falán vagy elhagyott régi épületekben, de akár faodrokban is. Enyhe télen megmozdulhatnak ugyan a barlangban, de általában a tavasz érkezéséig nem hagyják el a búvóhelyüket. A barna medve, bár a téli álom reklámarca, melegebb éghajlatokon, például a mediterráneumban akár egész télen aktív maradhat. De térségünkben sem hibernál klasszikus értelemben. Míg a kisemlősök testőmérséklete akár 1-2 Celsius fokosra is süllyedhet, a medve a normális 38 fokról csupán 29-re csökkenti testhőjét, életműködései pedig megmaradnak 25%-osan. Megfigyelések szerint a medvék néha felébrednek barlangjaikban, megmozgatják végtagjaikat, majd visszaalszanak. Hihetetlen, de a nőstény egyedek annyi zsírt képesek elraktározni az inaktív időszak előtt, hogy a bocsok ellésére és ezek táplálására is elegendő legyen a készlet. A borz téli aktivitása leginkább hőmérséklet függő. Ennyibb téli napokon akár teljesen aktív is lehet, míg fagypont alatt rövid torpor állapotba kerül, és földbe vált, kibélelt vackában vészeli át ezt az időszakot. Téli álom A túlélés záloga Avagy miért ne ébreszt fel a medvét, sőt, más téli álmot alvó állatot se. A hibernálás számos faj esetében lényeges az egyedek túlélési és szaporodási sikerének szempontjából. Az enyhetelek éppen ezt a természetes ciklust zavarják meg azzal, hogy a téli álom ideje lerövidül, vagy akár teljesen kimaradhat. Az enyhébb a tartalékok hamarabb kerülnek felélésre, mivel ezek az állatok a telelés ideje alatt a korábban felhalmozott tartalékaikat használják fel. Mindez pedig alacsonyabb túlélési esélyekhez és rosszabb kondícióhoz vezet a téli álomból való előbújás után. Mindennek tudatában fontos, hogy fokozottan figyeljünk oda ebben az időszakban arra, hogy ne zavarjuk meg a téli álmot alvó állatokat. Hiszen ez akár végzetes is lehet a számukra. De besegíthetünk nekik, ha élelmet és vizet biztosítunk a számukra, illetve téli álomra alkalmas odukat és vackokat alakítunk ki, például a sünök számára.